A nagybecskereki iskoláskor előtti intézmény minden épületében betartják az óvintézkedéseket. A szülők csak az ajtóig kísérhetik a gyermeküket. A bejáratnál az óvoda dolgozói lázat mérnek és fertőtlenítenek. Jelenleg egyetlen fertőzött sincs a gyermekek körében. Ha egy dolgozónál megállapítják a koronavírus fertőzést, rögtön karanténba kerül, a gyermekekkel pedig egy másik nevelő folytatja a munkát. A járványhelyzet elején az óvintézkedések miatt átrendezték a szobákat, felvették a szőnyegeket és eltávolították a fölösleges tárgyakat. Őnekik ez mind furcsa volt, de hát igyekeztük neki különböző könyveken keresztül, különböző kis színezőkön keresztül megmagyarázni nekik, hogy mi is ez a járvány. Most már egészen hozzászoktunk ehhez a helyzethez, a gyerekek is tudják, a szülők nem jöhetnek be az óvodába, ez volt a legfurcsább nekik. Bár kezdetben a gyermekek nem tudtak megbarátkozni az óvintézkedésekkel, mára már megszokták az előírásokat. Tudják, mi a járvány és hogyan védhetik meg magukat. De számukra mégis a legfontosabb a játék. Hát szoktunk úgy festeni, meg játszani együtt. Mi tetszik neked legjobban az óvodában? A barátság. Nekem azt tetszik, hogy szoktunk ismerkedni a barátokkal, meg szoktunk játszani is. Hát a játék. Mi más? Szeretünk játszani, szeretünk társasozni, szeretünk dolgozni. Jelenleg a nagybecskereki óvodákba a tanév elején beiratkozottak, mintegy 60%-a jár rendszeresen.